Sziasztok! Ma 2024. augusztus 13-a van. És arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk segíteni a csemete szőlőinknek abban, hogy hamarabb beérjenek. Hamarabb beérjen a vendége. Azt tudjátok nagyon jól, hogy ha nem érik be, akkor akár el is fagyhat. Ezért szükséges az, hogy jól beérjenek nekünk a vendégek. De ahhoz, hogy jól beérjen a vendége, stresszet kell okoznunk a szőlőnek. Négy fajta módon okozhatunk stresszet. Persze a természet maga is csinál ilyet. Például a lehűléssel. Ha éjszaka a lehűlés, a levegő, nappal melege van, ez egy stressz a növénynek. És így már maga is kényszeríti arra a növényt, hogy beérjenek. De mi még tudjuk fokozni, még négy dologgal. Az első az, hogy abba hagyjuk a locsolást. Ha folyamatosan fogunk locsolni a szőlőnket, akkor vesz fel folyamatosan tápanyagot a szőlőnk, és folyamatosan növés alatt áll. Ezért nem akar nekünk befelejérni. Tehát ilyenkor meg kell állítani a locsolást. Ha még most belocsoljátok egy kálium adaggal, akkor még azt mondjuk, hogy még ez jó. Én két héttel ezelőtt már megtettem, kapott káliumot, monofoszfát káliumot, meg tyúktrágyás vizet. Akkor locsoltam be utoljára ezzel. Na, egy héttel ezelőtt volt még eső. De még mindig, ahogy látjátok, nézzétek, még mindig nő, már most már nincsen annyira behajolva itt a vége, nem így, hanem már egyenesedik, szóval látszik rajta, hogy most már kevesebb a víz neki. De még mindig folyamatosan növésben van. Ezt meg kell állítanunk. Na, de arról később. Szóval a legelső dolog az, hogy megállítjuk, tehát nem locsolunk. Most belocsoltuk utoljára, és kész. Persze azt nektek kell látni, hogy milyen az időjárás. Ha látjátok azt, hogy nagyon száraz, akkor egy minimális vizet adni kell neki. De az növények éreztetni kell azt, hogy nincs víz, hogy sínlődik. Ez arra kényszeríti őt, hogy most már kezdjen beérni. Ez az egyik, amivel stresszet tudunk okozni. A másik az, hogyha megállítjuk a hajtás növekedését. Én itt már ezt lemártam, itt megállítjuk. Nézzük ezt. Itt van, tehát ebben az esetben ilyen 30 centit levágunk belőle, körülbelül így. Lemártuk ezt, és az oldalhajtásait visszavágjuk. Hagyunk rajta egy levelet. Itt levágjuk. Hát ha véletlenül úgy jön ki, hogy két levelet fogtok hagyni, nem annyira számoljátok, az nem gond. De általában törekedjünk arra, hogy csak egy levelet hagyjunk az oldalhajtásokon. Így, ott is. És itt oldalt ugyanúgy. Na nézzük ezt. Nézzétek, milyen oldalhajtásokat engedett. Levágjuk, csak egyet hagyunk. Itt úgy szintén, tehát itt a fő, egy, kettő. Hát itt nagyon közel vagyunk hozzá, mert levágjuk ezt. Itt is levágjuk ezeket. Ez egy másik, két ága szakad, azt meghagyjuk, és tovább, végig mindet levágjuk. Tehát ez a főhajtás végét elvágjuk. Hadd vastagodjon, ebben az esetben vastagszik is, és okozunk neki egy stresszet azért, tehát az ilyen rossz leveleket, azt, amik leszedjük meg ezt, amik még beteg volt, de már be van száradva, és se dolgozik, ezt levesszük. Na, ebben az esetben mi egy másik stresszet okoztunk neki. Tehát megállítottuk a növényt azzal, hogy nem fejlődik tovább, mert nem adunk vizet neki. Most leállítottuk a növekedését, és az oldalhajtásokat is leszettük. Itt a növényt arra kényszerítjük, hogy érjenek befele a vennyigék, és ne a növekedésbe adja az erőt. És ebben az esetben még vastagszik is a növényünk. Ez a második. Mi a harmadik? A harmadik az, hogyha nektek már ki van húzva a drót, például itt, ahogy látjátok, ebben a sorban, tehát ez egy már tavaly előtti ültetés, ha már itt ki van húzva a drót, akkor le is fektethetitek a növényt. Ebben mutatom inkább itt. Tehát leveszitek, lefektetitek, és megint egy másik stresszet okoztunk a növénynek. Azért, mert eddig mindig a hajtás csúcsba adta a növény az erőt. Mindig itt indult meg. De
most, amikor lefektetjük és rákötjük a drótra, tehát semmiféleképpen ne a földre fektessük le, mert ott betegszik. Esik az eső, bármi, megyen a pára, az rögtön nekünk beteg lesz. De viszont ha a drótra lefektetjük, akkor a növény azt gondolja magában, hogy most mi is van? Eddig fel kellett adnom az erőt, most meg vízszintbe van, tehát ott az erőt egyféleképpen, tehát mindenütt egyféleképpen fogja adni. Ezért egy másik stressz. Viszont egy hét múlva felemelitek vissza a növényt. Aztán a következő héten megint leteszitek. Miért így hetente? Azért, mert a növénynek kell egy hét vagy tíz nap arra, hogy most újból meginduljon nekünk a hajtásunk. És a növény ilyenkor nem tudja, most hova is adja az erőt? Közepre? Vagy az egész végig, hosszan, vagy csak a csúcsába? Háromszor, négyszer ezt így megcsináltat, ez egy stressz a növénynek. Tehát ez a harmadik módja. A negyedik módja pedig a permetezés. És erről egy kicsit többet fogom beszélni. Permetezés, de kálium túlsúlyos műtrágyával. Ott van például a monofoszfát kálium, amivel permetezhetünk, aztán ott van a kálium szulfát és a helatin kálium. Monofoszfát kálium az azt jelenti, hogy 0% nitrogén, 50 és 52% foszfor, 33-34% kálium. Most elmondom ezeknek az optimális dózisát. A monofoszfát káliumnak az optimális dózis, azt tudni kell, hogy 5-ször permetezünk vele. Persze már a harmadik permetezés után is látszik az eredmény, de általában 5-ször szokták ezt permetezni. És azért nem belocsolni, hanem csak permetezni, mert ha locsolunk ezzel, akkor az megint csak növekedésben van. Mert a gyökérzeten keresztül nem csak káliumot vesz fel a növény, hanem ami, ha nedves a föld, akkor már nitrogént is, mert a földben nitrogén is van. És akkor örökösen fogjuk növelni. Viszont ha permetezzük, akkor a földből nem fog felvenni semmit. Nekünk folyamatosan csak az jut rá, amit ráteszünk a levélzet, és az majd felszívja magának. 5-7 nap a felszívódás ideje általában ennek. És ha hetente permetezünk, akkor folyamatosan tartjuk azt a mennyiséget, azt a káliumot, amit kell neki a beérésre. Szóval 5-ször permetezünk. Az első, az optimális dózis, mondom. 40 g, 60 g, 90 g, 120 g és 150 g per 10 liter víz. Monofoszfát káliumból. Már a 80 és 100 g például megállítja nekünk a peranoszpódrát és a lisztharmatot a levélzeten. És azt tudni kell, hogy már most újból fog támadni a peranoszpór és a lisztharmat. Tehát már ezzel is elősegítjük a növényünket, hogy ne betegedjen meg. Használhatjuk nyugodtan nem csak ezt a dózist nem csak a csemetéinkre, hanem már a szőlőinkre is, ami érik, amit ottan látjuk. Ha véletlenül beteg, akkor permetezhetünk. Na ez már meg van mecve, ahogy látjátok, ez az idén ilyen fülcseket ad. Az idén nem jó volt a porzás, nagyon kicsik a szemek sok helyütt, mindig esett az eső. Szóval használhatjátok ebben a dózisban a fürtre is, hogy megállítsátok a betegséget. Például 80 g, 100 g már meg fogja állítani a levélzeten a betegséget. Én itt ezt már lepermeteztem 3-4 nap azelőtt, valahogy így. Ezen is látszik a peranoszpóra, nézzétek? Ott van. Látjátok? De már kezd beszáradni. 4 nap ezelőtt permeteztem. Itt is már kezd beszáradni. Szóval mondom, újból támad. Nekünk ezzel meg tudjátok állítani. Viszont maximális dózist is alkalmazhattok. A maximális dózis a monofoszfát káliumnál a következő. 40 g, 80 g, 120 g, 150 g és 200 g. 200 g per 10 liter víz. Nyugodtan beletehetitek. Ha így folyamatosan fogjátok permetezni, a növényt hozzászoktatjuk a káliumhoz, ilyen magas dózishoz, és akkor nem lesz égés. De hogyha rögtön 200 g-ot ráteztek per 10 liter víz, akkor nekünk a kis fiatal levélzetet, sőt még az idősebbeket is fogjuk látni az égést a levélzetet. De teljesen megállítja a betegséget. Ha azt akarjuk, hogy a fürtön is megálljon a betegség,
nekünk, akkor permetezhetjük 200 vagy 250 gram per 10 liter víz kálium, monofoszfát káliummal. És ezt nem én mondom, mert ez el van is ismerve, hogy 250 gram per 10 liter víz teljesen megállítja a lisztharmatot a fürtön. Az élelmezési várakozási idő így, ha ezzel permetezitek, 5 nap. Ha viszont csak úgy permetezitek, ahogy én mondtam így, folyamatosan, a nagyot is, tehát azt, amik rajta van még a fürt, akkor így 2 nap az élelmezési várakozási ideje a szőlőnek. Tehát, hogyha például kap nekünk olyan 100 és 150 gram per 10 liter vizet, de akkor nem csak a fürtre megyünk rá, hanem az egész levélzetre. Hát, hogy folyamatosan, tehát ez azért van, hogy most segítjük a beélést. Nézzük most a káliumszulfátot. Káliumszulfát 0% nitrogén, 0% foszfor és 52% kálium. Magasabb a kálium koncentrációja ennek a szernek. Itt kevesebb dózist alkalmazunk. Az optimális dózis a 30, 60, 80, 100 és 120 gram per 10 liter víz. Ugyanúgy megállítja a betegségeket is, mint a másik. A legmagasabb dózis ennél a 20, 8, 50, 80, 110 és 130 gram per 10 liter víz. Aztán ott van a másik, a helatinkálium. A helatinkálium az nem porban van, az egy folyékony szer. Annak 77% a kálium tartalma. Tehát 0% nitrogén, 0% foszfor, 77% kálium. Ja igen, az előbbihez még azt elfelejtettem hozzátenni, hogy van benne 17% kén is a káliumszulfátban. Tehát azt elfelejtettem mondani. Na most térjünk vissza akkor a helatinkáliumra. Annak még kevesebb adagot kell adnunk. Tehát még kevesebb koncentrációt kell adni, mert ott nagyobb a kálium tartalma. Például kezdjük a 10-zel. 10, 20, 40, 60 és 80. Tehát 80 milliliter, igen, per 10 liter víz. Mert hát ez folyékony. Nagyon jól megállítja ugyanúgy a betegségeket, és nagyon jól elősegíti azt, hogy most nekünk beérjenek a benyigék. Ahogy látjátok, ezek már érnek befele, itt látni, viszont még nézzük meg, hogy mit tehetünk. Menjünk tovább. Itt vagyunk egyfajta szőlőnél, ez a Prima Ukrajna. Nézzük meg, hogy mit tehetünk még. Tehát a zöld hajtást, tehát itt most itt fogom mutatni előbb, tehát itt van nekünk ez az oldalhajtás, de még zöld a mennyike, ilyenkor nem törjük ki a zöld hajtást. Ez marad, mert még zöld, nekünk kell még ez. Viszont itt van, nekünk már érik a mennyike. Látjátok? Már barna. Ilyen, ebben az állapotban nekünk kezdi befele érni nekünk ez is, az oldalhajtás. De nekünk minek adja ide az erőt? Ebben az állapotban itt szépen letörjük. Vagy levágjuk. Ha törjük, akkor mindig úgy törjük, hogy látjátok ezt a rügyet? Ne ráfele a rügyre, hanem másik oldalára a rügyről. Nézzük meg itt. Itt van ez, tehát ott a rügy, látjátok? Mi ide törjük, erre az oldalra. Szakítjuk le, ne ráfele, nehogy megsértjük. Hát ezt itt már megettük. Itt megint csak letörjük. De vághatjuk is. Ugyanúgy vágjuk. De a levél az marad. Az legelső 3-4 levelet alulról levehetjük. Így. Az legelső 3-4-et. Mégpedig azért, mert hogyha ráesik a nap, rásüt a nap, akkor felmelegszik nekünk a mennyige. Itt 3 és 5 fokkal melegebb ez a rész, mint itt fent, ahol árnyék alatt van. És ha melegszik fel, akkor nekünk a tápanyag jobban megyen, és jobban fog nekünk feljutni a felőre is. Azt is elősegítjük, és így elősegítjük az érési folyamatot is. Tehát szóval a legelső 3-4-et levesszük. A többi levélzet marad, ezt viszont az oldalhajtásokat szépen kitörjük, de csak addig,
ameddig kezd, ameddig barna. Ami már ott már kezd zöldülni, mint látjuk itt is már olyan félbarna, de itt már zöld, az marad. Az oldalhajtást itt kitörjük, itt is, ebből is, itt leveszük az első, az alsó 3-4 levelet, így többi marad. Így beéri nekünk jobban a mennyige. Persze ezt a jó akkor megcsinálni, amikor még nincsen rajta fűt. Hát itt már nem sok maradt, itt ezeket megeszegettük. Különben egy kérdés, ettetek már finom szőlőt? Ha valaki azt mondta, hogy igen, míg még meg nem kóstolta a Prima Ukrajnát, addig nem emett. Kóstoljátok meg, nagyon finom szőlő. Ez csak egy kis mellékinformáció. Hát szóval ezt szerettem volna nektek így elmondani, hogy milyen módon segítsük elő azt, hogy jobban beérjenek nekünk a mennyigék. Kell, mert ahogy látjátok, nézzétek meg, azok már érnek befelé a nagyok, de ennek a kicsiknek, tehát ez most tavaszi ültetés, még csak eszük ágában sincs az, hogy beérjenek. Tehát muszáj segíteni nekünk, hogy jobban beérjenek. És szerintem permetezés nélkül ez nem igazán fog sikerülni. Szóval tegyétek meg, jó? Ha van egy olyan műtrágyátok, amelyik nitrogént tartalmaz, nem gond. De nagyon kevés nitrogént tartalmazó. 3, vagy maximum 5%. Ha ilyen nitrogénnel permeteztek, még talán valamennyes jó is a növénynek. Azért, mert jobban belejuttat, belemegyen a... Tehát eljuttatja a növényünkbe a káliumot. Jobban felszívódik. De több mint 5% én nem ajánlom. Mert újból elősegítjük azt, hogy meginduljon nekünk a hajtás, növekedés. Tehát ilyenkor nem fog érni a szőlő. Tehát ezt még beletehetitek, de ha csak lehetséges, akkor választatok olyan műtrágyát, amiben nincsen nitrogén. Ha itt fogtok permetezni, lehet permetezni a szőlőt is, ami még megmaradt vele. Nyugodtan, hamarabb beérik a szőlő is, jobban fog érni a maga a mennyige is, de azt tudni kell, hogyha nagyobb koncentrációt alkalmaztok, akkor a várakozás ideje ennek 2 nap. Tehát, hogyha nagyobb koncentrációba permeteztek káliummal. Legalábbis ezt írják, ezt mondják, sokan mondják azt, hogy a kálium az nem vegyszer, ez igaz, de hagyjunk neki egy kis időt arra, hogy most kimenjen belőle a növényünkből. Mert mégis csak egy nagy koncentráció. Például 100 g felett, hogyha használtok például már káliumot. Hát ennyit szerettem volna nektek elmondani. Remélem hasznos volt. További szép napot nektek, és jó egészséget!